Ja. Ezeként nem mindenki, a Lánchíd mellől. És a mai nap fogják átadni kerékpárosoknak és buszoknak a Lánchidat. Na ezt fogjuk majd megnézni. Hát itt majd fel fogunk szállni a következő megállóba egy 105-ös busszal, egy 16-osra, amelyik itt át tud menni. Aztán csapassuk vele. Fel lesz ott, hol a Lánchíd. Ugye, azt hiszem gyalogosan még nem lehet rámenni, de ha rá lehet, akkor végig sétálok. És ezt nézzünk. Jó, vagy gyalogosan még nem lehet átvenni. 16 órától fognak csak átvenni, akkor nyitják meg a Lánchidat. Úgyhogy majd akkor visszajövök. 15 óra 45 perc van, ebben 4 óra múlva adják át a Lánchidat. És látjátok, most jön ott egy 105-ös. Ez még az Erzsébet hídon fog átvenni. Valószínűleg a következő az már nem. Ott 105-ös busz nem hajtott föl Lánchídra, és ott még le van zárva, de 16 órakor ezt megnyitják. 4 óra, megvárjuk. Hoppá, az lehet, hogy fölmegy a hídra. 216-os. Óra, egy perc, és meg van nyitva. Zsinórban átmenni egy taxi, és erre 2 perc volt, hogy jönni 216-os, és már az is át fog menni. Úgyhogy akkor azzal. Az első buszon van. Mindenki föl van dobva. Aztán lehet rá, gondoltál rá valami. Időre vagyunk, és azt hittük, hogy gyalog átmenni. És akkor mindjárt mutatjuk a hidat. Lehet, hogy van valami esélyt útba. Itt szinte biztos, hogy a járdon is meg készen, különben gyalog is át lehet menni. Biciklivel meg busszal át lehet meg taxival. Gyalog még nem. Aha, itt van, itt a járdon. Ez az első.
akkor ez volt. És a taxikat is már átengedik. És egyből felsorakozott a rajtvonalra legalább három taxi, mikor megnyitották. Látjátok, egy taxi, legyen átja. Egy taxi, és ott a következő 2016-os, ami szintén átmegy. Akkor egy kicsit megnézem közelebbről is, amennyire megközelíthető lesz. Ott közben meg elkezdett esni az eső, tehát nem hiányzott. Sajnos jobban nem lehet közelebb menni, de megnyitották. Gyalogos forgalomra majd csak jövőre fogják megnyitni. De biciklivel, számomra biciklivel, taxival, meg buszokkal át lehet menni. Rám is a BKV buszai át mehetnek. Amit még nem mondtam el erről a részbeni lánchíd átadásról, hogy igazából egy kísérleti dolog most így a BKK-nál, hogy először csak kerékpárosoknak, meg a buszoknak nyitják meg, meg a taxiknak, hogy mennyire működik így a híd, mármint úgymond ilyen biciklis, meg a tömegközlekedés hídként, hogy egyéb autósokat ne engedjék rá, és hogyha ez beválik, már pedig remélem, hogy be fog válni, akkor ez így is fog maradni véglegesen. Jó, hogy nyilván, hogyha járda készen ezt, akkor még a gyalogosok rámehetnek. De valójában ez egy szűk kapacitású híd, tehát ez... Így ez, szerintem ez jó lenne, mert akkor nem lenne rajta állandóan dugó. Tényleg csak a biciklisek mehessenek rá, meg a BKV buszok. Hát emiatt, jó, hát a taxisoknak megengedték, én azért ezt is véleményezném, de hát végül is oké. Ha csak a taxisok mennek rá, meg mivel nyilván megkülönböztető jelzés, aztán a járművek is és átvertek majd rajta. Tehát így azért dugót nem fogok ott, mert nem akkor át, mint eddig volt. És közben egyébként várható egy fényvillamos is, hamarosan. Hát most itt fog járni a kettes vonalon, hát most mindegy, most ráérek, tehát most előbb-utóbb jönni fog, megvárom. Úgyhogy arról viszont lesz egy külön videó. De ez ennyi lett volna innen a
Budai várnak a látképét, hogy a Budaton megtek. Sziasztok!